a 99 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. És a szakértő nem más, mint Búró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető. Jó reggel, szia! Halló, halló, szia Szilárd! Hello, jó reggelt! Hello, jó reggelt! Látod, meg se szólasz, és már... Tessék! Figyelj, te... ami jár, az jár. Figyelj, a tegnapi után szerintem ez most már így van. Úgy látom, kaptok karácsonyon egy ilyen hangeffekt. Kaptunk, igen, igen. Ugye, én életemben, én most nyomtam meg először, most kísérleteztem veled, de külön láttam, hogy ma is te leszel, úgyhogy... Ennek nagyon örülök, hogy jó gombot nyomtam. Na igen, igen, én is. Valahol teszt is volt, meg valahol kedveskedni is akartam, úgyhogy... Köszönöm szépen, nagyon jól esik. Oké, na mesélj, mi újság a piacon? Hát alig több, mint 10 perc ezelőtt még a portfólió arról írt teljesen jogosan, hogy az európai eséshez szembe a MUX Index jó pozitívban nyitott, hát ez már a múlté. MUX-ba is bejött egy nagyobb eladás. Tessék? Ó, ha kicsit előbb hívunk. Igen, akkor még én is nagyon optimista lehettem volna, de sajnos a budapesti értéktőzsde is leköveti azt a hangulatot, ami most jellemzi a részvénypiacokat. Jelen pillanatban 0,1%-os esésben van a BUX Index, 51.605 ponton éppen, és a vezető részvényeinket, ha nézem, akkor azért elég vegyes a kép, főleg az OTP van most emögött az esés mögött, ugyanis a bankpapír 0,5%-a, tehát 0,5%-kal csökkent eddig 16.820 forintra. A Richter egész jól szerepel, majdnem 1%-os pluszban van, 8.760 forinton. A MOL is kis pluszban, 0,2%-kal 2.600 forinton. Az M-Telekom viszont szintén a negatív tartományban, 0,7%-os eséssel 415 forintra ment le eddig. És a kis papírok között, kisebb papírok között, ha körülnézek, akkor ott is van egy pár nagyobb negatív szám. Amit az Appenin 2%-os esést mutat, és a Masterplast is több mint 2%-os esésben. Hát jó, a tegnapiak után az belefér. Masterplast nagyot ment. Így van. Uh-huh. Oké, szóval Európában akkor ezek szerint ez az irány. Ugye azt vettük fel mi, vagy azt követjük mi ezt a mínuszt? Igen, igen, mondjuk ott is úgy indult, hogy az elején még némelyik tőzsde pluszba volt, és inkább csak a német DAX index volt kis mínuszba, de aztán szépen elkezdtek lefelé kanyarodni, és most már gyakorlatilag az olasz tőzsdén kívül mindegyik negatív tartományban, és most már inkább a 0,5%-ot közelítik a mínusz. Sőt, a DAX-nál már annál is nagyobb mértékben 0,6%-kal esik. El tudom képzelni, hogy a mai amerikai makroadatok, munkaerőpiaci adatok kapcsán jobb biztonságban helyezkedni ők a befektetőknek, ugye, mert az is további kamatemelésre adhat indikációt, vagy hát olyan hírekre, ami a részvénypiacnak nem jó. Így van, hogy a szerdai adat kapcsán azért az várható, hogy ez a pénteki munkaerő adat is jó lesz, és az tovább erősítheti azon várakozásokat, hogy itt még a korábbiaknál vártnál is gyorsabban jöhetnek a kamatemelések, illetve a pénzmennyiség szűkítés, amire azt gondolom, hogy ez a fő para, és ez nagyon jól látszott egyébként itt az esésekben, hogy az a különleges helyzet alakult ki, hogy gyakorlatilag minden esetet nem találtunk olyan eszközt, ami menekülőként, vagy szembe ment volna a hangulattal, tehát az arany is nagyot esett, a kriptók is estek együtt a részvénypiacokkal, tehát ez egyértelműen nekem azt mutatta, hogy itt a pénz szűkülése a fő veszélyforrás, hogy ettől tartanak a befektetők. Ez egy szomorú effektus volt, csak nem tudtam, hogy mi, hogy kíváncsi voltam. Hát ezen még javítunk, ez nem elég szomorú. Ezt egy kicsit kiszoljuk. Én azt hittem, hogy ránk indult valami zene. Forintpiacon mi újság, de vizák környéken. A forinttal kapcsolatban igazából reggel hallgattam a
egykori kollégám Kolba Máki szép beszámolóját, és nagyon sok ponton egyet tudok vele érteni. Én is alapvetően arra számítok, hogy itt ez a megnyugvás azért folytatódhat, és egyébként a mai napon is jól teljesít a forint, hiszen sikerült a 360-as értéket most már elég határozottan áttörni, és gyakorlatilag 359 alá kacsingatunk be éppen ebben a pillanatban, 358-90-nél van az euróforint árfolyama, úgyhogy ez mindenképpen jó hír és pozitív, ami hát technikailag azt gondolom inkább a 358-nál van egy fontos szint, a 360 inkább csak lélektani szint volt, de ezt is megközelíthetjük akár a mai napon is, és hát kíváncsian várom én is, hogy itt milyen erővel tud majd a forint esetleg áttörni, vagy lejjelni, menni, de az biztos, hogy az a tendencia, ami az elmúlt napokat jellemezte, az alapvetően egyelőre fennmaradhat így a 4%-os egyhetes betéti kamat mellett. Hú, Szilárd, elköszönünk, mert Ács Gábor játék most kedvének. Balázs, szeretném kérni, vissza a stúdióba. Ez így nagyon veszélyes. Ennek így nem lesz véges sem. Na hát meglátjuk, hogy így lesz, szerintem így lesz egyébként, úgyhogy. De figyelj, ez csak az öröm kifejeződése volt, mert pozitív híreket mondtál. Azt hittem, kinevettél. De hogy is, ne szó, nincs szó. Kicsit zavaros az üzenettartalma ezeknek az effektusoknak, de javítani fogunk rá. Elnézést, Szilárd, hogy rajtad kísérletezünk, de valahogy tisztában kéne. Igen, sőt, tegnap Szilárd kérte is a végén, úgyhogy... Igen. Úgyhogy... Jó. Most is? Akkor egy hétvégi effektust valamit, nem hát tudom, hát nem tudom. Figyelj, csak az ováció marad megint, de ezt nagyon szívesen, mert nagyon köszönjük, a mai is kiváló volt. Kellemes hétvégét. Jó munkát addig. Mindenkinek jó hétvégét. Sziasztok. Orosz Szilárd, pénzügyi innovációs vezetővel néztük át a tőzsdéket. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.